felújítják az ipartestület székházát, mézes kalácsos karcag, ingyenes gyermekékeztetés az őszi szünetben is, elszaporodnak a kártevők. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2019. október 30-án 18 óra 5 perckor. Jól halad a több mint 100 éves karcagi iparos otthon, azaz a Karcagi Ipartestület székházának a felújítása, ahol az összefogásnak köszönhetően az iparosok emeleti része és a földszinti magántulajdonban lévő rész együtt szépül meg. A Kása József építőmester tervezte és építette épületet, 1903-ban készült el. A Karcagi Ipartestület székházát most az iparosok újítják fel. Tudtuk meg Lacik Dénesné elnöktől. Bár a köré vont hálótól még nem látni, de a tetőfelújítás majdnem kész, s részben megtörtént az ablakcsere is. A hőszigetelt ablakok fából vannak, és az eredeti mintát megtartva készültek. Az utca felől még szinte semmit nem lehet látni, mert a függöny takarja, viszont addig, amíg a tetőn munka van, addig ezt muszáj letakarni. Sőt, amikor az ablakok be lesznek állítva, még akkor elképzelhető, hogy először a külső vakolat készül el, és majd csak azután bontják el, hogy az épület belső részét is rendbe tegyék. Hát most itt tartunk, hogy ha most valaki szétnéz, akkor azt mondja, hogy jobb volt, mint lett, mert most éppen a legnagyobb rumli, az ablakok már ki vannak cserélve. Ugyanaz a díszítés, mint régen volt, fehér fa ablakok, nem műanyag. Sokan rákérdeztek, hogy ez műanyag, nem, ez valóban fa ablak. És hát most már így gondolkozhatunk, hogy hogyan tovább. Valószínű, hogy a kivitelező nem szállítja el azt, amit itt hagyott, úgyhogy először erről kell gondoskodnunk, hogy elszállítani, ami törmelék és fa, meg minden régi ablakok itt vannak. A felújítás során a homlokzat színe is illeszkedik majd a környező épületekéhez. Fontos, hogy az épület emelete csak az iparosoké, de a földszinti része tulajdonosa is csatlakozott a felújításhoz. Így egyszerre szépül meg kívülről az épület, és a lépcsőház is megújul majd. Hálásak lehetünk a sorsnak, hogy ilyen tulajdonost kaptunk az alsó szinthez, akivel tényleg szót értünk, ő is azt akarja, amit mi, hogy egy gyönyörű épület álljon itt a főtéren. A székház emeleti belső felújítására nagy terem, irodák, vizes blokk, most nincs pénz, arra újabb pályázati forrásokat keres az ipartestület. Biztos, hogy nagyon szépek voltak ezek az épületek régen a gyönyörű boltíves mennyezettel, de az égvilágon semmi értelme nincs, hogy ilyen mennyezet legyen és ilyen magas legyen, úgyhogy azt mindenképp le kell zárnunk. Tulajdonképpen a diszkósok elvittek mindent, ami az övéké volt, tehát ezzel most már szabadon gazdálkodhatunk. Nyilvánvaló, hogy nem akarunk fekete falat, fekete oszlopokat, fekete színpadot hagyni, tehát teljes átalakulás lesz. Az egykori Györfis diák Víziné Kovács Klára hobbista mézes kalács készítő kiállítását Pánti Ildikó nyugalmazott igazgató önkormányzati képviselő nyitotta meg. A Györfi István Katolikus Általános Iskola könyvtárában a Mézes Kalácsos Karcag című kiállítást Pánti Ildikó nyugalmazott igazgató önkormányzati képviselő nyitotta meg. A kiállítás, amelyen Klárik a munkái láthatók, nem mindennapi, hiszen a kiállított művek az édesség világából valók, mézes kalács termékek. Mindig öröm egy intézménynek az életében, amikor kedves egykori tanítványai visszatérnek, akár látogatóban a mindennapokban, akár osztálytalálkozó és az osztálytalálkozón részesei az iskola látogatásának. És az pedig külön öröm, amikor egy kedves tanítvány visszatér, úgy, mint alkotó, hogy bemutassa az itt lévőknek, a látogatóknak, felnőtt életének adott szakaszában mit alkotott, mit hozott létre kedvtelésből, saját maga és mások örömére. Így van ezzel Klárika is, hiszen hivatása van, nem ez a kenyér keresete.
Az egykori győrfis diák, Viziné Kovács Klára hobbista mézes kalács készítő kiállításán Györfi István néprajztudóst idézte Pánti Ildikó, aki szerint a magyar nép önmagát csak úgy őrizheti meg az emberiség számára, ha azt adjuk, ami sajátosan a miénk és csak is a miénk. A mézes kalácsokat ajándéktárgyként készítem. Tulajdonképpen ennek középkorra visszanyúló hagyománya van Magyarországon. Először az isteneknek ajánlották föl, mint ajándékot, aztán az emberek közötti ajándékozásnak a tárgyává, a szimbólumává vált. Tulajdonképpen a mai napig ez a fő szimbólum, hogy akinek készítjük, vagy akinek ajándékozzuk, kifejezzük az iránta való tiszteletünket és szeretetünket. Hát, hogy lehet-e ezt fokozni? Igen, lehet. Azért, mert nem csak a hagyományos mézes kalácsok azok, amik nagyon szépek, hanem a kornak az igényeihez igazodva, igazából ez már átmegy süteménydíszítésbe is, úgyhogy nagyon sokféle újdonság van, technika van. Én már tanultam egy párat, de még van mit tanulnom, úgyhogy majd még ezek elé állok elébe. Igen, egy-egy ünnepnek ezek az ajándéktárgyak megadják a hangulatát, a patináját, az ünnepélyességét. Egy-egy terített asztalon, ha egy mézes kalácsmécsest meggyújtunk, annak illata is van. És egyből a szeretet, az összetartozás, a barátság, a meleg hangulat érzetét keltik az emberbe, vagy egy ajtókopogtató, amit nyilván belülre akasztunk, nem kívülre, mert ez nem viseli el az időjárás viszontagságait, akkor egészen más az a helyiség, ahová belépünk. Ez a melegség, ami benne van, az a szeretet, amivel készül, amikor gondolunk azokra, akiknek készítjük, vagy amikor valaki kér mézest, hogy nekik szeretnék, ő ilyen, ilyet csináljunk neki. Tehát ez van benne, a szeretet, a barátság, a szép érzések. Erre jó példa az egykori tanítvány Klári munkája is, aki egykori iskolájában mutatta be csodaszép mézes kalácsait. Az alkotó Heves megyében él, és ott dolgozik a kormányhivatalban. A mézes kalács szeretete még gyermekkorához köthető. Akkor is a karcagi piacon megcsodálta, és többször meg is kóstolta az akkori mézes kalácsosok munkáit. Az őszi szünetben, ahogyan az összes iskolai szünetben is, biztosítja a kormány az ingyenes gyermekétkeztetést a rászoruló diákoknak. Az ingyenes szünidei gyermekétkeztetési programot teljes mértékben a kormány finanszírozza, megszervezése az önkormányzatok feladata. A szünidő alatt napi egyszeri meleg ételt kaphatnak a hátrányos helyzetű családban élő gyermekek. Az ingyenes gyermekétkeztetést a szülők a települési önkormányzat jegyzőjénél írásban igényelhetik október 28 és november 1 közötti hétköznapokra. A szülők bármikor az őszi szünet alatt is benyújthatják kérésüket. A jelentkezésnek nincs határideje, hívta fel a figyelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma a televíziónkhoz eljutatott közleményében. A szünidei gyermekétkeztetés igénybevételének lehetőségéről a települési önkormányzat jegyzője írásban tájékoztatja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nevelőszülőit. Kérelem benyújtásához a helyi család és gyermekjóléti szolgálat segítséget nyújt a szülőnek, részletezte a közlemény. 2016. januárjától az önkormányzatoknak kötelezően gondoskodniuk kell minden iskolai szünetben a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek étkeztetéséről. A 2020-as költségvetésben a kormány 82,5 milliárd forintot biztosít erre a célra. Így 2010 óta megháromszorozott a gyermekétkeztetésre fordított kormányzati támogatás, tudtuk meg a közleményből. Napos, meleg időjárásban egyes kártevők további betelepedése, felszaporodása várható. Érdemes a táblákat szemlézni és időben beavatkozni, hívja fel a figyelmet Hajdú Csilla, agrármérnök. A szakember ezen a karcagi szántóföldön mutatja, mekkora a szárazság. Hát nagyon nagy szárazság van, és ez meg nagyon nagy a meleg, és ez a növényeknek egyáltalán nem kedvez. Lehet, hogy nekünk kellemes ez a meleg időjárás, de növényvédelmi szempontból nagyon káros. A múlt évben a mezei pocok erőteljes elszaporodását figyeltük, majd idén tavasszal, nyár elején a csapadékos időszak visszaszorította a kártevőt. Az a mezei pocok, ugye az a ruderális területekről fog kiindulni, és úgy fog bemenni majd az őszi vetésekbe. Itt látszik, hogy
egész sok alakot járat, és hogyha nem lesz eső meg lehűlés, akkor ezek nagyon gyorsan föl tudnak szaporodni, és óriási károkat fognak okozni. Nagyon nehéz ellenük a védekezés, mert a környezetvédelmi szempontból sok mindent figyelembe kell venni, a rendelkezésre álló szerek azok a vadakra igen veszélyesek, és nagyon nagy körültekintést igényel a pocok elleni védekezés. A pocok nem szereti a nedves körülményeket, ezért kedvezett a meleg októberi időjárás most is a kártevő elszaporodásához is. A pocoknak az lenne jó, hogyha egy olyan csendes őszi eső, tehát amit mi nem szeretünk, ugye az a hűvös, hideg, csendes őszi eső, amikor úgy átáztatja a bundáját, tehát nincs neki ideje kiszáradni, és akkor a pocok is kap egy betegséget, ami következtében elpusztul. De ez a nagy meleg és ez a tartós szárazság, ez borzasztó nagy károkat okoz, és ugye az a probléma, hogy még az előrejelzés sem mutat mást, tehát meleget mutat és csapadékszegét, tehát szárazságot. Most ez a növényeknek nagyon rossz. Először is ugye föl fog szaporodni a pocok, aminek kimondottan kedvez ez a száraz meleg időjárás. Ugye a ruderális területekről fog szépen beterjedni, vagy betelepedni az őszi vetésekbe, a repcébe, őszi búzában. A védekezés ellene rendkívül nehéz, mert nagyon nagy környezeti problémát, környezetvédelmi problémát okozhat, hogyha ezt a védekezést helytelenül csináljuk. A másik nagy probléma pedig a levéltető. Ebben a melegben a levéltető rendkívül módon szaporodik, nagyon jól érzi magát a repcén. Sok gazdálkodó tapasztalta azt, hogy sajnos a védekezések sem tökéletesek a repcében, mert egyrészt a szerek nagyon rövid hatástartalmúak, tehát az újra betelepedés az megtörténik. A másik pedig az, hogyha nem jól csináljuk a permetezést, akkor ugye hatástalan lesz a kezelés. Ugye most mindenki tapasztalja a poloskát, ami kimondottan egy melegigényes kártevő, és óriási sok, tehát rengeteg bosszúságot okoz az embereknek. Hát a szúrásával ugye károkat okoz, a szívogatásával, hát akinek kertje van, ugye a paradicsomot megtámadta, de gyakorlatilag minden növény, tehát gyümölcsöt, minden növény megtámad, és a szúrásával kárt okoz. Sajnos megjelent a levéltető is a kultúrnövényekben is. A mezőgazdaságban dolgozó szakembereknek oda kell figyelni az időjárás kihívásaira, és a vetéseket ehhez kell igazítani. De most az az igazság, hogy át kellene alakítani a szemléletünket, tehát meg kellene nézni a vetés időket elsősorban. Ugye az a probléma, hogy nagyon, tehát a klasszikus növénytermesztésben, hogy azt mondjuk, hogy a repcét augusztus 20-áig el kell vetni, a búzát meg október 10-én, a repcét, vagy az árpát meg szeptember végén, ezeket felül kell vizsgálni, és a vetési időket meg kell változtatni, tehát meg kell várni, hogy hideg legyen. Szerintem már most le kellett volna hűlni a levegőnek, és mindenféleképpen csapadéknak. Tehát, és az a vetéseknek, hogy kikeljenek, megerősödjenek, úgy mennek a télbe, úgy menjenek a télbe. Ott van például az őszi árpa, ott is betelepszik a levéltető, és megkap egy olyan betegséget, a levéltető terjeszt egy vírusbetegséget, ami ellen nem tudunk védekezni, csak úgy tudnánk ellene védekezni, hogy a vetésidőt úgy állapítjuk meg, hogy amire ki kell ez a növény, addigra megjöjjön a hideg. De ez nem jött meg. Mint tudjuk, a hörcsök hamarosan telelőre vonul. Zárja kotorékát, de a mezei pocok aktív egész évben, így télen is. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a nagykunsági híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön a www.karcagtv.hu weblapon. Viszontlátásra!